Kérem szépen, Costa Ricában vagyunk. Costa Rica egyik legbulisabb városába, ami nem más, mint... Tamarindo! Napozáshoz ilyen társaság dukál, figyeljetek, nem tudom nektek. Átjutottunk! Iguana. Kizártam magam. Én a teraszon sírok, te meg kizárod magam. Kérem szépen, Costa Ricában vagyunk. Costa Rica egyik legbulisabb városába, ami nem más, mint... Tamarindo! Ez itt az első reggelink. Elsétáltunk a szállásunktól körülbelül 50 méter. Tamarindónak a központjában vagyunk. Sorra érik itt a helyek egymást, vendéglátóhelyek egymást. Amit látjátok, már nagyon csodásan lebarnultam, úgy nézek ki, mint aki meghalt, kétszer hullafehér vagyok, de majd teszünk ez ellen. Ott van a víz, itt vannak az ételek, itt van a Csaba, és most jól megrengelizünk. Izgi reggelink volt, mert az asztal mellett volt egy fa, amiről egyszer csak dinoszauruszok kezdtek el lemászni. Brutális az élővilág, tehát hogy konkrétan a szállásunkon is egész éjszaka a majmoktól kezdve a madarakon át mindenki harcol, ugrál, nem tudom én. Mókusok, iguánák, mindenféle nagyon fura állatok, lények. Minden mozog, és minden hangos, tehát sosincs csend, és nem csak a zene meg a bulizók miatt, hanem az állatok miatt. Igen, éjszaka azt hittem, hogy te mozogsz ennyire az ágyon, de aztán rájöttem, hogy befeküdt mellénk egy iguána. Mert egyébként egy iguána egész pontosan kettő mászott le a fáról, miközben reggeliztünk, és az egyiket is az ágyalában át is rohant, úgyhogy fura élmény volt. Mögöttünk ült egy kedves, nem tudom, hogy helyi, nyilván többet ért az iguánákhoz, mint mi, és közölte, hogy don't worry. Hát azért mi egy kicsit aggódtunk. Igen. Csinálsz, Csabi? Megköbítom ott. Megköbítom mondjuk a karnist. A karnist, amit tegnap, mikor behúzott a függönyt, kiszakadt a falból. Majd most jött a csávú, aki felfúrta úgy, hogy nem lehet behúzni a függönyt, ezért Csabi utána ment és mondta, hogy akkor majd ő megmutatja, hogy kell. Ez a második reggel a Costa Rica-n, eljöttünk egy ilyen kis helyi, nem tudom, reggelizdőben. Ennek volt a legjobb az értékelése, úgyhogy ilyenokat eszünk és iszunk, és innen elindulunk tovább. Bár alapvetően itt ennek a kis félsziget nyúlványnak a déli részét szerettük volna megnézni, de körbenézzünk vissza a közvetlenül északi részeken, Playa Grande-en, Potrero-ban, és majd úgy menjünk le Nosara, Samara, illetve a mindenig a Santa Teresa felé. De most jól berengeriz. Aki bulizni akar, az idejön, és ezt alá tudom írni, már hajnal 4-kor, 5-kor a szállásunkon még bőven hallani, hogy
tolják a partit. És viszont reggel 6-kor már fent vannak. Tehát, hogy vagy nem fekszenek le itt aludni. Nem fekszenek le. A hotelben nincsen reggelink, úgyhogy ki szoktunk jönni ide, az utcára. Millió étterem van, de tényleg, tehát lépsz kettőt és étteremből étterembe esel. Szóval ki szoktunk jönni, és szoktunk keresni egy reggeliző helyet. Szóval itt reggeliztünk, innen minden út a partra vezet. Úgy van az egész nagyjából megcsinálva, hogy előbb-utóbb lebutácsolsz a partra. Akkor végig beach clubok vannak egyébként. Igen, mi is egy ilyen beach club hotelben szálltunk meg. Egy gyönyörűen kikövezett úton kiépített részem, megmutatom. Hát egész pontosan ilyen. Vamos a la playa! Korán reggel van reggel, 6:30. Ami azt jelenti, hogy ott van délután 14:30. Zártállás még azért nem megy annyira zökkenőmentesen, úgyhogy én össze-vissza kelek 14:30 környéken. Nekem egész jól ment igazából. Mondjuk délutánonként ilyen 6 körül már teljesen kuka vagyok, nagyon álmos vagyok, ami ott van ugye hajnal 2. De én nagyjából végig alszom este 7-8-tól. Ja, 8-kor fekszünk. 5 óráig. Mint a jó nevelt gyerekek. Igen. Mint ahogy nem szeretnek feküdni a mi gyerekeink. Autóztunk egy csomót, több órát vezettem. Úttalan utakon, és szó szerint sokszor úttalan utakon. És megérkeztünk egész pontosan. Hova is elgérszett, tudod egész pontosan? Szamarán vagyunk. Szamara, Noszara alatt. Igazából ez a Nikoya félszigeten, ahová ugye érkeztünk elsőként Tamarindóba, dél irányában található. Hát sokkal zöldebb már, mint az északibb részek. Nagyon szép kis tengerpartot találtunk, és itt nagyon-nagyon jó a víz, szinte langyos konkrétan, és sétálunk ennyiól. Innen megyünk majd tovább, még délre, Santa Teresa felé ma. Annyi szájtjuk van. Ez itt a második szállásunk, Samarán, Samara Beach-en. Hát beachfront bungalót foglaltam, de annyira nincsen beachfront, mert hogy van előttem egy másik ház, de egyébként gyönyörű, nagyon-nagyon rendben van. Napozáshoz ilyen társaság dukát, figyeljetek, nem tudom nektek. Kijöttem a medencéből, és majdnem ráléptem. De mert próbálok nem szívinfarktust kapni, miután itt a helyiek azonnal rád szólnak, hogy nyugalom, nyugalom, no problemo. Ezek az iguánák, ezek is ilyen családtagok. Igazából mindenhol ott vannak, mindenen. Másznak, jönnek, kelnek, lábad között, mindenhol. Nagyon fura, tényleg minden él és mozog gyakorlatilag. Itt van egy fa mögöttem, ezen nem tudom, szerintem nincs állat, ami ne lenne megtalálható. Tényleg a madártól kezdve a mókuson át, a majomig, én nem tudom, minden. Iszonyat hangos, urálnak, csöpög a víz a fáról, nem tudom hogyan, de hullik rám minden, össze-vissza vagyunk csípkedve, pedig engem soha semmi nem szokott megcsípni. Nagyon kis. Érdekes, de amúgy nem testidegen igazából amúgy számomra, Csabinak szerintem jobban. Ő fel is ment a szobába pihenni, megdolgozni egy kicsit. Képzeljétek el, hogy tartunk lefelé Santa Teresába, ami egy ilyen 70 kilométeres út körülbelül. 93. 93 kilométeres út, és 3 óra alatt lehet megtenni. Itt a part melletti utakon jövünk. Megpróbálok egy picit többet mutatni belőle, mint amit eddig vettünk fel. De cukin, beleásítottál a videóba. De hogy veszedelmes utakon jövünk, igazából nincs is nagyon út.
hanem az egész ilyen, és ilyen, és ilyen. Most mindenki, akit megelőztünk, az most visszaelőzünk. Most lenni baj, ha egyszer sikerül, sikerülni fog másodjára, és most megálltunk itt fagyizni, talán tudunk itt fagyizni, illetőleg szemrevételezzük, hogy a gépjárműnek minden kereke megvan-e még, mert nem annyira biztos. Volt néhány csattanás, lehet elhagytunk már valamit. Jaj, szálljunk ki, nézzük meg itt az város kinézetű, vagy kis falu. Négy faluból áll. Négy faluból? Négy házból. Négy házból. Milyen a fagylalt? Nagyon jó. Nem, ez a fagyik. Nagyon finom? Mm-hmm. Milyen kis jó helyre hoztál. Szerintem rettenetesen meleg van, nem? Iguána. Iguána. Ha mi van itt? Nagyja, adresz konoszirát. Mi? Hol az út? Te jó ég! Itt tuti vannak krokodilom. Merre mész? Ne, oda kell eljutni. De szerintem itt jobbra húzódják hát, okay, csak ne, akkor belelóg a kerekünk, és nem tudom, hogy milyen mélyen megyünk. Tuti. Kiszíreztél szín? Lányai, nehogy benne ragadjon. Köves az aljána, és nem kéne leverni a kocsi elejét. Átjutottunk! Egy folyón! Még jó, hogy száraz évszak van. Ágnes fél, én meg nem vagyok botanikus. És találtuk itt egy tök jó fát, ami tök nagy. Megfordítom a kamerát, van a fa, és ahogy itt távolabbról, baromi nagy fa. Szerintem nem adja vissza, de nézzétek, hogy a fán kaktusz nő. Meg egyébként mindenféle más növény is. Túléltük a hegyvidékes őserdőt. Hol vagyunk, Csaba? Santa Teresán. Santa Maria mellett. Nem. Santa Maria. Viszont ott az Ocean, iszonyat hullámok vannak. Megérkeztünk épségben, hát túlságosan barna még nem vagyok, de ami késik, az nem múlik. Úgyhogy majd holnap 30 órát autóban töltöttünk az elmúlt 48-ból. Ja, csak fagyit tesz meg majd édességet, de gondolom az nem fagy. No. És nem alszanak ilyen hajnali egy körül fekszenek, és akkor kellnek. Kamuzik, kamuzik. Amúgy minden oké. Okay. Ja, az jó. Az van, hogy úton vagyunk Santa Teresából, Playa Hermosa-ra, tehát a Hermosa strandra. Beachre, strandra. Mert hogy szörfözni fogunk, ha nem késük le a oktatást. A jelen állás szerint 2 percet késünk, de azt mondja Csabi, hogy itt ezt nem ismerik. 2 perc késés az ilyen halálhajszer időben érkeztő. Nem is fogja érteni. Ő is csak itt nagyjából ült, ahogy 2:30-ra. Hát a negyedötre érsz oda neki, az is jó. Lemegy a nap addigra. Szóval megyünk. Jó, megint egy ilyen zseniálisra jó parkat tartott fotó. Igen, nagyon durvák a körülmények, mutatom. Vagy falu fő utcáján. Kegyetlen sok cold gun, nagyon sok, azzal járnak leginkább. És milyen jó, jól teszik. Jó, nem is fanta, hanem átérkel. Ha átérmet akar kapod. És semmiképpen nem kell meglepődni azon, hogy felről az utról egyébként jobbra vagy balra nyílik egy papu, amin áthajtva megérkezel valami belúzusos csillagos hotelbe. Ez tök normális. Igen. Nagyon kis izgi hely. Nagyon tetszik nekünk. Ezt tetszik eddig a legjobban, ahol eddig voltunk. Nagyon kis mókás az egész. Nagyon jó a feelingje. Y'all about to do the best thing you need to be free.
vagyunk az első szörfóránkon. Milyen volt, Csabi? Fárasztó, torzalmasabb fárasztó. Jó volt, de nagyon elfáradtam. Meccik is kap. Iszonyatosan jó volt, és bár én szétfényvédőztem magamat is, meg Csabit is, szerintem a víz, amit hát részben lenyeltem, részben meg az arcomat mosta egyfolytában, szerintem egy kicsit lemarta is. Megpirultam ezzel a másfél óra alatt. De annyira nem amúgy. Nem sokat voltam a víz alatt. No, én voltam sokat a víz alatt. De képzeljétek el, hogy elsőre sikerült kiállnom, és kimenni a hetesek érészig. Nagyon partik. Nagyon jó volt! Jó volt. Egy újabb gyors road tour. Hello! Santa Teresából tartunk északi irányba, enyhén északkeleti irányba. Az Arenal volkánhoz, az egyik leghíresebb nevezetesség, látványosság turista célban. Tájtom nagyon kis, különleges, mulatikus hely. A vulkán környékén nagyon-nagyon sok ilyen forró forrás van, rengeteg extra program, különböző kötélpályák és mindenféle program, illetve ültetvények, kakaó, kávé, mindenféle ilyen kis osztról, meg kézművesség, kis workshopok és lehetőségek. Gyurmezni fog. Gyurmezni. Origami. Igen. Szóval nagyon sok mindent lehet csinálni. Alapvetően 3-4 napot tervezünk ott lenni. Most itt péntek van, nagy péntek, és eléggé korlátozottak a szállásfoglalási lehetőségek, és mi ugye sehol nem foglaltunk előre, gyakorlatilag aznap foglalom szállást, mindig, amikor érkezünk, vagy elindulunk. Igen, nem értem, mióta elindultunk azután. Igen, nagyon fura, még nem előzött meg minket senki, és nem azért, mert annyira száguldozom, bár egyébként 100-110-el tudunk jönni, ami itt fantasztikus és iszonyatosan nagy tempó. Az eddig megszokott 30-40 km/h átlagsebesség ahhoz képest. Egyébként kifejezetten jók itt az utak ahhoz képest, hogy hol jöttünk le Tabaritóból a félszigetnek a nyugati partján végig, az azért horror volt. Most ez egy 5 órás út egyébként, amiből már, hát ahogy látom, fél órát nagyjából leparaptunk itt a kis elpontnak köszönhetően, de hát így se jövünk sokkal többen, mint 100 egyébként, de alig vannak autók az utakon, izgi helyeken jövünk, úgyhogy majd mutatjuk azt is, hogy hová érkezünk. De fájó szívvel hagytuk ott Santa Teresát, egy kicsit el is bizonytalanodtunk, hogy jöjjünk-e el, induljunk-e el, mert hogy nagyon-nagyon tetszett nekünk. Eddig a eddigi helyszínek közül ott éreztem magam a legjobban, a kis hippi városban. Nekem szerelem lett, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, nagyon kimagaslóan. Ez a kedvenc a eddig látottak közül, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként nyilván a vulkáni részekre is, de Ubikára majd még jobban, hogy ott látott milyen és mennyiben más, mint itt. Fülig ér a szád! Mit találtál? Egy autópályát, kétszer-két sáv. Helyből felszáll, komolyan, meg olyan körforgalmat, amit életetlen elmondani, tehát nem is volt tör szerintem. Összesen egyébként mondjuk 250 kilométert kell megtennünk Santa Teresából az Arenal vulkánhoz, és ez 5 órát igazából eredetően, igen, bő 5 órát vesz igénybe.
Úgyhogy gondolhatjátok, hogy milyen közlekedni. Egyébként nagyon élvezetes szerintem, egy gyönyörű a táj meg. Ja, az utasok pedig. Meg ott azonnak lenni, utasnak lenni jó, nézelődni, gyönyörű, tényleg annyira gyorsan változik a táj, annyira más és más folyamatosan, tényleg a hol zöld, hol kicsit ilyen kopárabb, hol nem tudom, vörös a föld, hol barna, fekete, zöld, mindenféle, nagyon érdekes, nagyon szép egyébként. Úgyhogy hol pálmás, hol egész ilyen európai kinézetű. Hát Csapi se találja a sávokat. Uram, mi? Olyan, mintha belül lenne egy leálló sáv. Picit meggyötört a fejem, nézd, mert Kóci vagyok. A te fejed milyen, Csaba? Csabi kiégett ezen a hosszú úton, pedig egyébként fantasztikus volt. Jó, nyilván ő vezetett, nagyon elfáradt. Azért így a kis ebédmegállónkkal együtt jöttünk egy 5,5 órát körülbelül. De egyébként gyönyörű volt. Számomra utasként, Csabi, hogyha ez egy kicsit felvidít vagy boldoggát, ezt akkor hadd mondjam el, hogy egy csodálatos utazás volt, és nagyon gyorsan eltelt, és még ennyit le tudtam volna húzni, ilyen környezetben mellett fognak rúszítva. Hát én le tudtam volna még ennyit lehúzni, ilyen környezetben. Jó, hát nyilván, nyilván igen, aki vezet, az nem sok mindent lát, de kezdetek el, hogy ilyen, minden zöld, minden él, minden mozog, mindent megmutatunk majd itt magunk körül. Last Iguana Lodge, ahol vagyunk. Egy nagyon jó... Igen. Majd keressük az elveszett iguánát. Nagyon érdekes, mert körülbelül 15 fokkal hidegebb van itt fent, mint lent a parton. Nagyon-nagyon nagy a páratartalom, minden zöld, nagyon dzsungeles, gyönyörű szép, nagyon. És hát a vulkán, hát annak a látványa, én megkönnyeztem, amikor megláttam. Te még nem is láttad? Valamit láttam. Amikor kinézhettem a szerpencimből. Ezen a szálláson úgy tűnik, hogy én leszek a narrátor. Ez azért menő, mert kizártam magam. Én a teraszon sírok, te meg kizárod magad. Miért sírsz? Amiért sírok, azért meg majd... Mert kizártam magam, gondolom azért. Annyira szomorú voltam, hogy elveszel. Ne, mert... Már elvettelek. Jó, vagy elvesztél. Na, akkor. Na, szóval a látvány miatt egyébként a fantasztikus, mert nyilván mutatjuk. Ágye kimegy a füstölőbe. Ez egy dumajzó. Szabadtéri, de le van fedve. Jó füstölő. És miközben itt zuhanyzol, közben fentről rádugrálnak a majmok. Zuhanyzó, ági, kis folyosó, szoba. Jó, még ott van egy ilyen kis konyhasarok is, nagyon cuki. A terasz a lényege a helynek, az egésznek, a látvány, a panoráma, a terasz. Jó, meg ez a kád, azért ez sem rossz itt a szabadban, nézzétek. Ez az egyik legcsodálatosabb. A székek? Kérlek. Ez igazi jó hint a székek. Hanem az. Hát az álom szép, úristen. A szállásunktól pár percre van egy helyi kis program nevezetesség. Egy ilyen függőhídkert igazából, egy ilyen túra, tervezett túra útvonal. Ugye Csaba? Ugye ezt fogjuk most végig sétálni, azt mondják, hogy nagyjából 2 óra a kör, jó sok függőhíddal, meg parkkal, meg mindennel, úgyhogy sétálni. Ilyen látványja magunk körül. Nagyon-nagyon-nagyon szép dzsungelben jövünk, megyünk, de semmit nem ad vissza így az egész. Annyira magasan vagyunk, Jézusom, nagyon para.
megmutatom nektek, hogy hogy működik a Samsungnak, az S23 Ultrának a kamerája, mert ez brutális, figyeljetek. Innen indulunk, egy kis zoom, még egy kis zoom, én azt nézem, igen. És itt van. Szerintem ez az utolsó függőhíd, amin átjövünk most. Csomó majom van. Felettünk, körülöttünk. Jaj, de szédülök! Let's go, Csaba, let's go! Gondoltuk, hogy majd kancsolunk egyet most a túra után, de hát nincs ország, ahová ne vittem volna még esőt, úgyhogy ide is megérkezett. Mutatta a kis trópusi eső, de nagyon-nagyon hangulatos egyébként.